Vitályos Eszter a vendégem, üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok! Tegnap napvilágot láttak a harmadik negyedéves GDP adatok, ugyanakkor a kormányinfon több olyan pont is bejelentésre került, amely a jövő évre vonatkozik. Családok megsegítése, akár a munkáshitel, hadd ne soroljam ezt végig, és mindenképpen az a kérdés vetődött fel, hogy egyáltalán ezek mennyire megvalósíthatóak, hogyha a mostani számok hát nem teljesen adnak bizakodásra okot. Én azt gondolom egyrésztről, hogy természetesen van egy harmadik negyedéves adat, de várjuk meg az egész évet, és majd abból vonjunk le aztán messze menő következtetéseket. A másik része pedig az, hogy pontosan azért kell új gazdaságpolitikát alkotni, és azért van szükség új gazdaságpolitikai akciótervre, hogy a gazdasági növekedést azon a szinten, amit a kormány elképzelt, ugye 2025 és 2026 tekintetében 3-6% között, ezeket a számokat el tudjuk érni. Megismertük a munkáshitel, úgynevezett munkáshitelnek a részleteit, és mielőtt belemennénk ebbe a részletbe, ez is egyfajta kritikaként valósult meg, hogy a kormányzat úgy próbál segíteni az embereken, hogy különféle hitelkonstrukciókat ad nekik, félő, hogy adósságspirálba keverednek, akár a fiatalok, vagy éppen a munkások, hiszen ott van a babaváró hitel, akkor ez a munkáshitel. Nem kell-e attól tartani, hogy az emberek túlzottan is adósságba keverednek, azért, mert próbálják a különféle lehetőségeket akár együttesen is kihasználni. Nézd, én azt gondolom erről, hogy ez egy óriási segítség, és pont azt a réteget, azt a célcsoportot szeretné megcélozni, akiket eddig még nem szólított meg senki. Tehát munkáshitel, ez ugye azt jelenti, hogy pont azok, akik mondjuk nem a diákhitel célcsoportja, ők vehetik igénybe, betöltött 17. életév szükséges hozzá, és az, hogy még a 26. életévét valaki ne töltse be. Ez egy 4 millió forintos kamatmentes hitel lehetőséget ad, és egyébként 10 év alatt kell visszatörleszteni egyenlő részletekben. És ezzel is egyébként a kormány hozzá szeretne járulni az esetleges családalapításhoz, mert aki gyermeket vállal, különböző kedvezményekben részesülhet. Az első gyermek esetén 2 éves hiteltörlesztési moratórium van, második gyermek esetén újabb 2 éves hiteltörlesztési moratórium, illetve a fennálló tartozás felének az elengedése, és harmadik gyermek vállalása esetén a teljes tartozás elengedése is kilátásba kerül. Mennyire partnerek a bankok ezekben a konstrukciókban? Gondolok itt arra, hogy azért láttunk már olyan terméket, ami inkább megnehezítette az adósoknak az életét. Én úgy gondolom, hogy Nagy Márton miniszter úr ki tudja tárgyalni ezeket a részleteket, úgyhogy az természetesen minél egyszerűbb és átláthatóbb és hozzáférhetőbb legyen a célcsoport számára. Na nézzük akkor a részleteket, néhány adatot már mondott, 17 és 25 év között lehet ezt a 4 millió forintot igénybe venni. Mire lehet felhasználni, illetve kik azok konkrétan, akik ezt igénybe vehetik, mert itt is azért meg kell különböztetni a foglalkoztatottakat, a vállalkozókat. Igen, van egy olyan kritériuma, hogy tulajdonképpen mindegy, hogyha van szakképesítése valakinek, vagy nincsen. A lényeg az az, hogy legyen foglalkoztatott jogviszonya, és az nagyon fontos, hogy szabadon felhasználható ez a lehetőség, tehát bármilyen életcélra fel lehet használni az összeget. Tehát elnézést, igen. Ha lakást szeretnék felújítani, vagy bérelni szeretnék lakást, vagy autót venni, ez vagy bármi. Pontosan így van, bármire szabadon felhasználható, és ahogyan említettem, 10 év alatt kell visszatörleszteni egyenlő részletekben az összeget. És ami még nagyon fontos, hogy van egy olyan vállalás, hogy 5 évig Magyarországon foglalkoztatotti jogviszonyban, vagy vállalkozóként majd kell dolgozni. Ezt kell vállalnia. Azt is lejelentheti, hogy aki külföldi állampolgár, de itt szeretne letelepedni, és akár már elkezdett dolgozni a megfelelő jogosítványokkal, szeretni az állampolgárságot megszerezni, ő is akár igénybe veheti? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát szerintem nem vagyok ebben egészen biztos, de azt gondolom, hogy a részleteknél ki fog derülni. Ha a feltételeket hogy teljesíti, így akkor... Így van, nem szükséges a magyar állampolgárság hozzá. Lakhatás kérdése. Azért mosolygok egy kicsit, mert a
fővárosban, a fővárosi közgyűlésben is egy nagyon fontos és sarkalatos pont, ugyanakkor a kormányzat külön eszközökkel szeretné támogatni a lakhatást, akár a kollégium építéssel a fiatalok esetében, vagy ugye a fiatal családosok esetében is, erre is voltak már különféle eszközök. Na most az egyik olyan pont például az albérletpiac, ahol azért nehéz beleszólni kormányzati szinten, hogy melyik albérletnek milyen ára legyen, és sok esetben látjuk, hogy ha az Airbnb-t is megszüntetik, akkor egész egyszerűen fölnyomja az árakat. Ezt mennyiben lehet kontrollálni kormányzati szinten? Én úgy gondolom, hogy minden olyan lehetőséget és intézkedést, ami akár Nyugat-Európában, akár szomszédos országokban már működik és jó gyakorlatként felhasználható, megvizsgálnak. Ennek egyébként még a részletszabályai, tehát hogy a 21 intézkedési tervből vagy pontból körülbelül, ha jól gondolom, akkor legalább 9 az, ami egyébként a megélhetési lakhatás, vagy az elérhető lakhatással foglalkozik, és minden olyan eszközt szerintem be fog vetni a Nemzetgazdasági Minisztérium, ami elősegíti azt, hogy a bérleti szerződések feltételrendszerét adott esetben megvizsgálják, és ezzel próbáljanak majd segíteni. Még mindig az a társadalom vagyunk, aki inkább tulajdont szeretne szerezni, sem mint mondjuk bérelni szeretne hosszú távon ingatlant? Azt látjuk, hogy igen. Tehát, hogy a fiatalok körében azért már kezd elterjedni inkább az albérlet és a lakásbérlés, de a kicsit régebb óta felnőttek esetében, igen, tapasztaltabbak esetében még mindig a tulajdonosi szempont az, ami jobban érvényesül. Engedje meg egy más témát, hadd hozzak be, mert az amerikai nagykövet az NATO nagykövetekkel tárgyalt, és hogy nem a magyar gazdasági semlegességi terv volt terítéken, és egy nagyon érdekes mondatot fogalmazott meg, vagy gondolatot a közleményben David Pressman, miszerint a Moszkvától Pekingtől való növekvő függősége Magyarországnak, az az Amerikai Egyesült Államok és az Euróatlanti Szövetség biztonságpolitikájára is hatással van. Mit lát-e mögött, a mondat mögött egyáltalán, hogy lehet a biztonságpolitikájára egy gazdasági akcióterv hatással? Most engedje meg, hogy kicsit kilépjek a szerepemből, és most ne kormány szóvívőként válaszoljak, mert Pressman nagykövet úr szavait a kormány nem tárgyalta meg, de van róla saját véleményem. Én azt gondolom, hogyha a nagykövet úr egy kicsit megnézi az USA és Kína külkereskedelmi kapcsolatait, akkor azt fogja látni, hogy egy masszív növekedés van a két ország között. Tehát hogy lehet, hogy a saját országáról is egyébként ezt gondolja, ezt nem tudjuk. Úgyhogy ennél többet nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogyha lehet. Alapvetően viszont az Európai Uniónak sem tetszenek a magyar törekvések. Ez sem egy új keletű dolog, de az, hogy minden lépésüket vizsgálják és tárgyalják, ráadásul ugye Ursula von der Leyen is majd Budapestre érkezik a bejelentés értelmében. Nem tudom, biztos szívesen fogadják, de hogy valami közös pont lesz-e, az már nagy kérdés. Ez nagy kérdés, bárcsak látnánk az Európai Uniótól egyébként olyan törekvéseket, amelyek pont a versenyképességet szeretnék erősíteni. Mivel ők nem állnak elő ilyennel, mi megpróbálunk saját Magyarország számára olyan intézkedéseket hozni, amelyek ezt elősegítik. Ugye Strasbourgban az Európai Parlamenti Ülésen is, amikor Orbán Viktor kormányfő bemutatta volna Magyarország elnökségének programját a versenyképességgel kapcsolatban, láttuk, hogy minden volt, csak inkább érdemi szakvita nem. Mit várnak egyébként ettől a budapesti látogatástól? Hát szerintem nem sokat. Azt mindenképpen, hogy el lehet mondani, hogy itt voltak, ki van pipálva ez is, megtörtént a találkozó. Én régen nagyon sok tárgyalásra jártam, amikor Európai Uniós támogatásokkal foglalkoztam. Kevés volt az a tárgyalás, amelynek bármi értelme lett volna egyébként, azon kívül, hogy meghallgattuk, hogy éppen miért vagyunk a szőnyeg szélére állítva. Kormány szóvivő asszony, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.